Na, hello mindenkinek, főleg a Tichon szerelmeseinek. Én a farkas fejük, de hát ezt már nyilván látjátok. Szóval a videó elkészítésének van egy oka. Először is ugye volt nekünk ez a... Csináljuk meg a legnagyobb várost a Tichonba nevezető, mondhatnám, projektünk, ami, mint látjátok, egy kicsit ilyen furcsán sikerült. Ja, mindjárt megmutatom, hogy miért ugyanis. Páran panaszkodtatok arra való tekintettel, hogy nem lett jó a pálya. Több okból sem, először is azért, mert túl nagy a pálya, tehát 2048-as pályáról van szó. A második videótok pedig arról szól, de rosszul mondom. Szóval a második problémátok meg arról szólt, hogy meghalt tőle a rendszer. Tehát megáll. Most én megint rögtem rajtatok, hogy ha-ha-ha, de bénák vagytok, hát na majd én. A helyzet az, hogy történt egy kis változás a dologban, mert tovább növeltem a várost, igen, tehát már 85 milliónál tartunk, és elindítottam egy szervert, ugye bárki be tud csatlakozni a netről, ugye ahhoz le kell tölteni ezt a 7 megás pályát, ezt letölti szépen, fölcsatlakozik, és akkor együtt játszunk. Van egy kis homokszem, ami ezt a gépezetet azért nem nagyon hagyta nyugodni, de a duma helyett inkább megmutatom, jó? És akkor látjátok majd ti is, hogy mi a baj? Jó? Lássuk. Szóval, eddig is nagyon jól tudtátok, most meg van állítva a játék, tehát le van pauzálva. Nagyon jól láttátok az eddig is, hogy ugye nem Windows-zal dolgozunk, hanem ez az Ubuntu nevezetű Linux operációs rendszer, és nem vacakolunk, tehát tényleg egy ihetes állat van benne, 6 darab maga, és ha mondjuk erre már én is kíváncsi vagyok, akkor nézzük meg a izét. Rendszer figyelő nevezetű dolog. A rendszer figyelő az kicsit olyan, mint a minek fogjam fel? Mondjuk a Windows XP-n lenyomod a Ctrl-Alt-Delete-ét, akkor bejön egy olyan grafikon, ami mutatja, hogy melyik processzorod mennyit van használva, és hogy akkor azok hogyan... tehát hogyan muzsikálnak, tehát hogy melyik processzor mennyire van kihasználva, stb. Tehát, egy ilyen általános statisztikát nyújt, hogy mi mennyire van leterhelve. Na, eddig világos? Na. Nekünk is van egy ilyen Ctrl-Alt-Delete-es ilyen erőforrások, és ugye látjuk a 6 darab magot itt egymás után sorakozni. És ugye a rendszer figyelő indítása után mindenki visszaállt a nullára. Tehát horkolnak, alszanak mindannyian. Ne aggódj, a Tichon majd felébreszti őket, mert ilyet még én sem láttam. Jó? Tehát ezt egy picit becsukjuk, jó? Mert a figyelő az figyeljen természetesen tovább, tehát letesszük tálcára, jó? Összesen 22 darab járművel van, de ezt meg is tudom itt mutatni, hogy ugye számok alapján kicsit lejjebb görgetünk, és összesen 22 jármű van, tehát nem tudunk lejjebb görgetni. 22 jármű, jó? Eddig megvan? Na. Vettem egy olyat, hogy olajkút. Na. Igen. Egy minimális liter olaj azért várakozik, jó, eddig megvan. Fővárosunk ellátása 85 millió 200, mondjuk 300 ezer. És a járművek indítása akkor folyamatban, jó. Nézzük meg, hogy mi a fene történik, mihelyest elindítom a pauzével a játékot, jó. Megnyomjuk a pauzét, jó. Na. Amit most láttok, az valóban, az egy i7-es. Komolyan. Egy 6 magos i7-es játék. Így mennek az autók, így szépen lassan mennek. És hogy őszinte legyek, mire a olajkútból elérnek az olajfinomítóig, egy kis idő. Természetesen az időről jut eszembe, 1950 van, és itt már az új járműszetnek, itt 1950-et látunk, ugye látjuk, hogy 1950 van, zoomolj már oda te, szégyenivaló, jó, igen, tehát 1950 van, és
És a járművek, de nem tudom, szerintem egy egészséges csiga is gyorsabban megy ennél, szóval nem valami jó dolog. És fogy a lakosság, tehát fogy a nemzet. Szoktam mondani Viktor is mindig, hogy fogy. De valami rohadtul gyorsan. Na, mindegy. Elindítjuk a többi járművet is, de... Ja, egérkurzor! Ezt elfelejtettem mutatni. Tehát az így közlekedik az egérkurzor. Nagyjából egy, talán kettő FPS-t látunk. A régi 480DX400 és a 480DX266-okon a Half-Life 1 mutatott ilyen grafikát, amit éppen most látunk. Csak természetesen ott még a hang is akadozott. Na hát itt azért ilyet nem látunk. Na, szépen elindítjuk a többi járművetet. Összesetet. Van egy minimális hangja, de természetesen nem veszünk figyelembe ilyen dolgokat. És akkor... Milyen stb. Elindítom a többi elméletet most, ugye, a játék jelentősen tovább lassabbodik. Tehát nem egy szélsebben csalódott elképzelni. Na, ne felejtsük el, hogy be van kapcsolva természetesen. Itt egy picit arra megyek, lássátok, a rendszer figyelő az egyfolytában fut. Hogy fut-e? Ezt onnan tudjátok, hogy itt a szélén van egy háromszög. És ahány háromszög van, ugye a linuxosok ezt tudják, annyiszor van bekapcsolva. Természetesen a mikorzorunknak semmi baja, tehát ez szépen megy, átmegyek ide a tikonba és kész. Puff, kész, tikon offline, ennyi, kész. Kihozom ide és ismét megy, tehát ilyen vicces dolog. Tehát maga a rendszer az tök jól megy. Na, akkor tájékoztatnálak, hogy a 6-os CPU-ra ráült a tikon. Ezt honnan tudom? Elmondom, jó? Hát, plafon. Nem tudom, szerintem egész a mennyezetig főment van ez a 8000%-ig. Ennyi, drága barátaim. Tehát egy 3,6-os magot lefoglal. És ez sajnálatos módon a többiek nem segítenek neki semmit. Semmit. Mindenki alszik. 1,8, 1,9, 2,4. Meg alvás van. És egyetlen mag szét van olvadva mindjárt. Ez valami nevetséges, komolyan. Miért nem tud az tikon többet... Ezt bezárom, egyébként teljesen fölöslegesség, ezt akartam megmutatni. Miért nem tud a tikon több magot felhasználni? Ennek ez az eredménye, amit éppen itt most látunk. Hogy nem tud a játék ezen túllendülni. Nem a ti gépetek hibája. És tudjátok mit? Azért kicsit megdurvítom a helyzetet, jó, meg közben megy a videó. Kilépek a fenébe ebből, hát nem megyek ebben semmire. Igen, teljesen kilépés. Unix-ba, ezt hogy én hogy utálom, jó? És restart. Tehát természetesen újraindítjuk. Jó? Az újraindítást követően itt van egy kis jó kis billentyűzetem. Igen, most indult újra. Jó, messze van a gép. Ez mindegy talán. Ugye bejön a logó. Állítunk egy kis szorzót, jó? Hát attól jobb lesz emberünk élete. Itt látjátok, hogy 3-6-tal megy, ami 27-es szorzót jelent. Hát beírunk egy 29-es szorzót, nem szarozunk itt. Beírunk egy 29-es, hol van? Itt van. Beírunk egy 29-es szorzót. Ez 4 GHz körül van, de beírunk 30-asat, most teljesen mindegy. Beírunk, ja, bocsánat. Na, nem az a nulla, az a másik nulla. Igen. Na, 400. Eddig megvan. Mentés. Igen, mentés. Halkan tájékoztatásul közlöm, hogy ez az i7 ez ilyen, mint olyan. Kicsit azért elindulhatná. Na. Tehát 4.13, vágod? Tehát nincs olyan, hogy beállítasz valamit, és az úgy megy. Nincs. Jó? Ez az i7. Figyeld. Szépen bebutol a rendszer. Na mindjárt. Csíkosodik a képernyő. Ne hidd el, hogy csíkosodik. Látod? Hogy csíkos, hogy forgatom a kamerát. Ez nem azért van. Ez azért van, mert nem egyezik a szinkron. A mobiltelefon szinkrona. Te mit csinálsz? Ugye nem látod, baszni. Itt van. Micsoda nagy Ubuntu-m lett. Mekkora Ubuntu-m van? Ekkora még nem is volt nekem. Faltól falig Ubuntu-t csinál. Ez nem semmi. Csak jó lenne, most már kapnák izét. Fókuszt.
Na igen, beírjuk azt a jelszót, természetesen ezt nem jól látjátok, hehe. Mi van? Köszönj a többieknek, tessék köszönni. Sziasztok. Na. Jó, most valami nagyon röhögcséges dolgot látott, igen? Nem röhögcséges. Jó, mindegy. Na, most nem ez a lényeg, megzavarsz a bemutatóba. Na. Szóval, Tikont elindítjuk. Hol van? Tikonot elindítjuk. Mondom, elindítjuk a Tikont. Na. 4,1-en, ne legyél már ilyen lassú. Jó, igen, itt a Tikonka. Picit lehúzzuk a Tikont, így a szélére. Megkérdezhetném, hogy most mi van? Na, ez igen, ez a gyári adat, igen. Nagyon jól tudjuk, hogy 4,1-en megy, ugye most láttuk az előbb, jó? Bezárás, igen. És... hálózati játék, igen. Szerver indítása. Saját pályán. Keressük a pályát, ugye, mert el van dugva. Kicsit átneveztem. Hogy teljesen egyértelmű legyen, hogy az what kind of pálya betöltés. Ja, közben nyomtam betöltre. Igen, ezt a pályát láttuk az előbb is. Természetesen egyszerűsítek a játékon, tehát nem fogok most nekiállni rombolni, meg ilyen hülyeségek. Ne felejtsük el, hogy 4,1 GHz-en megyünk, jó? Addig megvan. Veszünk boost, jó? Most aztán tényleg nem bonyolítjuk túl. Most itt előttetek megmutatom, hogy mit, hogyan csináltam eddig. Ide letesszük a állomást, ugye? És a pálya, mondhatni, közepére, mondjuk ide betesszük a másik állomást, jó? Jó, picit lejugörgetünk. Puff, már is vesztettem, hogy hol van a másik állomás. Na hát, mondja már meg valaki, hol van, tehát F7. Jó, kicsit csalunk, igen, F7 itt az első állomás. Vásárolunk buszokat. Jaj, nem lehet igaz. Utas, mit tudom én, Foster, melyik megy a leggyorsabban? Maximum sebesség most, de direkt azért jó, 64, jó, megvesz. Új cél ugye innen, kezd fáradni a kezem, bocsánat. Új cél innen, és nekünk van a másik állomásunk, ugye ez pedig ez. Jó, tehát a dél és a kelet között fog rohangálni ez a busz. Na, eddig megvan. Delete gomb. Buszok másolása. Tehát ugye nem leszünk szívbajosak. Másolunk egy pár buszt. De a kezem nem bírja egyébként, annyira egyébként sokat többet akartam másolni. Így. Na, delete gomb ismét. Menjünk a delete gombot, eltűnik az összes. Na, most jön a vicces rész. Mert most még szépen megy. Vágod? Teljesen szépen megy a kurzor, nincs semmi baj. Na, start. De szépen megy. Jaj, de szép. Kicsit feljebb viszük. Nincsen utas a megállóban eddig. Nincsen termelés. Nincs. Megkezdődik a termelés. Az utas... Opa, bocsánat, eltakartam a utasokat. Tadá! Ennyi idő kellett. Meg is állítom az izét. Na, nem találom el. Hogy? Tehát, állj, megállítjuk a járműveket. 15. jármű már nem tudott kimenni, eddig megvan? 14 jármű van kinn. Be is bizonyítjuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 3, 4, és a 15-ös már nem ment ki. Jó, eddig megvan? Na, 14 jármű van kinn, menet tovább. 4,1 GHz-es i7 turbóval, de nem ám gyengével, naggyal. Na ezt látjátok most per pillanat. Mintha egy kettő magos i5-ösöm vagy i3-asom lenne. Nem, óhajt. Bocsánat, a színállításért az én voltam. Nem óhajt ennél gyorsabb lenni. Bármennyivel több járművet kiküldök, sokkal jobban beakad. Bármennyivel több utas van, illetve... anyag, mint olyan várakozik a állomáson, beakad. Ez csak egy 15 perces videó. Ez direkt arra szántam, hogy lássátok, hogy nem a ti gépetekben van a hiba. Kicsit megállítottam a Tikon. Nem a ti gépetekben van a hiba, hanem a Tikonban van a hiba, hogy egy bizonyos méret fölött már nem működik azért, mert nem támogatja a több magos rendszereket, amikor
amikor mondjuk az már szükséges lenne, például ebben a helyzetben. Úgyhogy ez nem a ti hibátok. Minden jót, sziasztok!